Szódabikarbóna, alkohol és cukor keverékével kísérleteztek a Szavária Egyetemi Központ kémia laborjában. Ezek a kígyók jelentősen meg fognak majd növekedni. 10 perc elteltével látványos méretűre nőttek a szénkígyók. Számos más érdekes reakciót is bemutattak a kutatók éjszakáján, amely idén is a tudományokat népszerűsítette. A széndioxid föllöki újra az ecet golyócskákat. Séta a csillagos égen, kriptográfia, térképészet, virtuális valóság, ipari robotok, boszorkányok és klímaváltozás. Az izgalmas témák idén is sok érdeklődőt vonzottak. Téglalap formára próbáltok nekihozni, és akkor arra lehet akkor dolgozni. Színes gyurmával villát díszíthettek a gyerekek a Szavária Múzeumban, és megismerkedhettek a praxinoszkóp működésével. A hengerformára helyezett állóképek gyors forgatással mozgóképpé állnak össze. Ez az 1877-ben feltalált szerkezet tekinthető az animáció ősének. Tárlatvezetésen kézműves foglalkozásokon vehettek részt a látogatók, és a századforduló tiltott táncait is megtanulhatták. Aranykor címmel kiállítás nyílt, amely a dualizmustól az 1930-as évekig mutatja be a város életét. Különböző optikai játékokat, fotózással kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el, és az előadásokon nem csak az épületekről, a város szerkezetről, hanem az akkoriban divatos, és mint hallottuk a megnyitón, Bécs után elsőként Szombathelyen bemutatott némafilmekkel és a mozizással is találkozhatnak itt a látogatók. Kialakul egy polgárság az 1800-as évek második felére, kialakul a nagyvárossal együtt, aki nem akar otthon lenni, és aki szórakozni akar. Molnár Dániel színháztörténész tartott pletykákkal és érdekességekkel teletűzdelt előadást a Vasi Tithben a szórakoztatóipar múltjáról és jelenéről. Majd Bakó Béla igazgató, Brózik Klári színésszel és Kormos Anett humoristával beszélgetett a magas és tömegkultúráról.